Jöjjön az utolsó, a befejező menet. A helyszínen is óriási a bíztatás, műsorközlésre kéri az érdi közönséget, és nagyon hálás a publikum, és bíztatja is magyar hölgyet. Egyetlen egy-két perces menet tehát, de szépen kezd Belinszky, és megvan a két cím. Jó, megint bal jobb egyenes, megint! Háromszor egymás után eladja ugyanazt a mozdulatsort Krista. Csak közelről, hogy gyulakodva mozol vissza a gócra, nem enged egyébként a magyar lány érvényesülni most őt. Megi jó, bal jobb egyenes, aztán Gutzán fog és úgy próbál meg ütést indítani. Egyetlen egyszer sikerült neki találni ezekben a pillanatokban. Nem tudott a közel ütőtávból, ami még ütőtávnak mondható támadni Gutzán. Valahogy nem mert, állandóan bal kézzel kapaszkodik, ezt úgy próbál meg jobb kézzel ütni. Tehát elég furcsa mozdulatsorokat látunk az amerikai hölgytől. Krisztit ez nem igazán érdekli, nyer, és legalábbis nyerésre áll. Olyan tekintetben mindenképpen sima ez a meccs, minden menet megvolt idáig, tehát annyira nem kell izgulni a pontozás miatt. Ezt előre elárulhatom önöknek, de fogalmam nincsen, hogyan döntöttek az idáig az ütőszak. Tehát ez nyilvánvaló. Zúg a taps, alig van hátra a világban, aki címérkőzésből, kedves nézőink. Be is topogtatják, hogy már csak 10 másodperc van hátra. És én kimondom, hogy Belinszky Krisztina világbajnok. Én kimerem mondani jelen pillanatban is, hogy megvan. De azért várjuk meg, mi történt a pontozó lapokon. Jó volt a 8. menetben szeretettem. Azt gondolom, hogy jó volt a 7. is. De ezen kívül nem igazán nyújtott meggyőző teljesítményt, és az említett meneteket sem hiszem, hogy meg tudta gyerni. Tehát abszolút alárendelt szerepkörben tetszett. Szaleg Gutzának egyébként nagyon szimpatikusan viselkedett egyszerűen. A taps már most is jár. Ez öbb majd csak egy picit később. Na halljuk! Úgy van, ahogy gondoltunk. És mind a három pontozónál egyhangulatban minden menetet megnyerve győz Belinszky Krisztin és ezzel a WIBF és a GBU különbség világbajnok köveit a derekára csatolhatja. Szaleg utcának nem sikerült, úgy látszik ez a mérkőzés, elég rendesen szabad így fogalmazni. De hát az kit érdekel egy ilyen esetben. Az övek, piros színű a WIBF, a kék a GBU. Jöhetnek a fotók. Lesz belőle bőven, ebben egészen biztos vagyok. Kis Totó, hogy a világ egyik legnépszerű sportága. Követnünk kell egyébként, úgy gondolom nekünk magyaroknak is ebben. Őket. Vagyok, semmi nem fáj. Szinte nem is kaptam ütést, csak egy-két ilyen fejelés történt. De ütést talán egyet, ha éreztem. Végül is egyik se volt jelentős.
Láttam, hogy nagyon nagyokat akart ő ütni, de hát nem sikerült. Én egyiket sem éreztem olyan vészesnek. Láttam, hogy ő tiszta erőből próbál is mindent belead, de hát ahhoz tisztának kell lenni egy ütésnek, hogy az fájjon is. Én úgy gondolom, hogy ezért látszott is rajtam, hogy élveztem a boxot, élveztem a bunyót, úgyhogy nem volt probléma egy pillanatig sem. Ilyen bal egyenes, bal felütés, szerű ütésekkel a jobb csapottak elhajlásból azok mind találtak. De hát a meccsképe szerintem az arcán elég jól látszik. Mostom is voltam, és hát ugye ezért neki volt egy nagy hátránya, hogy jóval alacsonyabb volt nálam. Tehát 13 centivel volt alacsonyabb, és kimondottan a bal kezére dolgoztuk ezt a munkát, és ballal meg is verte őt. Tehát amikor ő megindult, Krisztina szépen nagyon sok balegyenes, ráütötte a jobb csapottakat, ami hát elég szépen meglátszik a hölgynek az arcán, és hát Krisztin meg egy folt sincsen, ami bizonyítja a tudását, és hisz most már a hatodik övvel rendelkezik, amit ugye nehéz lesz. De most ráadásul egy olyan kislány győzött, elnézést, hogy ilyet mondok, hogy kislány, mert nem szeretnék tőle pofon kapni, de olyan kislány győzött, aki egyébként a Hőrösi Csoma Sándor általános iskolába járt valamikor. Gondolom ez is ambicionálta, vagy motiválta, hogy itt rendezzen egy ilyen a világbajnoki évér folyó verseny, és hála Isten sikerült. Ez is megnyerte pontozása, de végig jobb volt. Tehát mind a 10 menetet, amit én láttam ebből a meccsből, mind a 10 meneten keresztül jobb volt, és ez a végén is látszódott, a pontozásnál is látszódott. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került ez a külön díj, ami egy gyönyörű váza volt, a Csóli úr készítette, Csóli által készített váza volt, én azt gondolom, nagyon jó helyre került, és hát nagyon sok sikert kívánok a Krisztinának a későbbiekre is. Ma nem kivételesen, de minden versenyzőnk nyert, az amatőrök és a profik is, és hát különösen a lányaink szerepeltek nagyon jól, mert tulajdonképpen ma boxolni kellett volna a fiamnak is, csak egy edzésen megsérült, eltört a felső fogcsontja, és elég sokan bajba voltak, de ettől függetlenül nagyon jó mérkőzéseket látott a közönség, és úgy érzem, hogy rendesen kiszolgáltuk őket, amit persze a fiúk...